Üdvözlet mindenkinek! 2018. szeptember 18-án ez az élő adás az Infobubble csatornán, és átköltöztünk az Infobubble 2-es csatornára, remélhetőleg egyre több emberben ez tudatosul, és így részt tud venni mindenki az élő adásokon. Ezúttal be fogjuk fejezni a videót, amit már most a harmadik alkalommal elemezgetünk, és sort fogunk keríteni arra, hogy megvizsgáljuk az Alibaba nevű cég egyik új boltját, illetve hogy mi is az érdekes ebben. Ezt fogjuk megnézni. Ezután mesterséges intelligencia által irányított városokat fogunk megnézni Kínában. Végül pedig arra is sor kerül, hogy néhány képkocka erejéig azzal foglalkozzunk, hogy mi is a jövő, és hol tart a mikrochip technológia, illetve a biometrikus azonosítás. Be fogjuk fejezni ezt az adást egy Justin Timberlake filmmel, melynek címe Lopott idő, és bár csak képeket láttam ebből a filmből, mármint úgy, hogy végig beszélgettük a filmet, ami így hang nélkül ment, szóval csak így láttam, ismerem a történetet. Igazából nem fog belemenni a részletekbe, de azt gondoltam, hogy mindenképpen érdemes összefoglalni, hogy mi is az, amiről ez a film szól, és mi is az üzenete ennek a filmnek. Még néhány percet várok azokra, akik esetleg később fognak csatlakozni. Addig mindenki, ha megosztaná a linkjét ennek az élőnek, az nagyszerű lenne. És még akkor gyorsan azt is elmondom, hogy holnap a kürdzengés ünnepe van, Yom Teruah, és ez valóban egy sabát. Egy videó van erről a Yahoo útja csatornán, kürdzengés ünnepe címmel, úgyhogy azt ajánlom mindenkinek. Holnap egyébként részletesen meg fogjuk beszélni azokat a szakaszokat, amelyek ezzel foglalkoznak az írásokba, úgyhogy az a Yahoo útja csatornán természetesen 19 órától holnap. Ezen kívül pénteken szintén, bocsánat, szombaton szintén lesz élő a Yahoo útja csatornán 19 órától. Aki szeretne részt venni jövő héten vasárnap az élő találkozón, az mindenképpen írjon már nekem, hogy meg az is, aki nem, hogy tudjam, hogy egyáltalán van erre igény, mert ugye jövő héten már Sukkot, igazából a harmadikán, kedden mi már ott leszünk, úgyhogy bocsánat, kedden, gyakorlatilag kedden este elkezdődik, szóval kedden már ott leszünk, szóval azért gondoltam úgy, hogy esetleg vasárnap kihagyjuk a találkozót, mert akkor kedden úgy is találkozunk ott, de ha valaki nem tud eljutni oda, akkor lehet, hogy az örülne, hogyha találkoznánk Pesten, és akkor úgy nem maradnak kinek egy hónap. Szóval ezt akarom megtudni, de mivel nem írt senki, így nem tudom, és ez eléggé frusztráló. Szóval, de mindig majd még ezt elmondom a végén, de most bele fogunk vágni, mert el fog szaladni az idő, és én közben megfáztam, vagy nem is tudom, hogy mi van, úgyhogy eléggé fáradt vagyok. Mindig addig mondom, hogy én nem szoktam beteg lenni, hogy beteg vagyok mindig, úgyhogy mármint egyszer így ősszel. Úgyhogy ez az idő. De hát ha minden simán fog menni. Úgyhogy ezek után folytassuk a videót. Aki nem emlékszik rá, annak mindenképpen azt javaslom, hogy nézze meg a korábbi részeket, és akkor lesz fogalma arról, hogy mi is az, amiről itt beszélünk most. De egész egyszerűen mi csak folytatni fogjuk, 7 perc, 7 és fél percnél hagytuk abba nagyjából, és ez az a szakasz, amikor az Alibaba új boltjáról beszélnek. Ugye nézzük, hogy mi az, amit mondanak erről.
Alibaba's new store, Tao Cafe, is now open in the eastern Chinese city of Hangzhou. Ez ugye egy kávézó, tulajdonképpen legalábbis Tao Cafe a neve ennek a boltnak. És Kínában ez megnyitott, fogalmam sincs, hogy hol van, úgyhogy azért nem vállalok felelősséget, valamilyen, mit tudom én, milyen tartományban van. A lényeg egyelőre nem az. Customers scan a QR code from their phones when they walk out. When they leave, facial recognition technology identifies the customer and their accounts are automatically charged. Szóval használják a QR kódot, és az arcfelismerő program felismeri, beazonosítja az embert, mikor távozik, és akkor automatikusan a számlájára levonják az összeget, szóval gyakorlatilag készpénz nélküli ez az egész művelet, és ugye az a címe ennek, hogy valódi mesterséges intelligencia, gyakorlatilag nem kell bajlódni semmiféle fizetéssel, hanem minden automatikusan történik. Már erről volt szó egyébként az Amazon, nem is tudom mi, Amazon Go talán az a bolt, de valahol talán egy éve, de nagyon korán volt szó az Amazon hasonló boltjáról, ahol csak szkennelgetni kell a QR kódokat, és akkor a végén összegzi a rendszer. When they leave, facial recognition technology identifies the customer and their accounts are automatically charged. Ez az, amit megbeszéltünk, ugye? Ez Global Research egyik cikke, illetve megjegyzése, és ez pedig az, hogy a polgárok Kínában egyre inkább kategorizálva vannak, illetve különböző profilokat állítanak fel az embereknek annak megfelelően, amilyen adatokat róluk összegyűjtöttek. Erről már volt szó vég nélkül ebben a sorozatban, csak azt szeretném megmutatni, hogy ez a dolog folyamatosan megy, és nem is az, hogy megy, hanem mindenkinek ki fog derülni, hogy mennyire rohamosan fejlődik ez az ágazata az iparnak, illetve hát a technológiának. Amiről beszélnek itt, az ugye, hogy ezek az adatok, amelyeket összegyűjtöttek, azután mint egy szociális kreditként funkcionálnak, és ezt felhasználhatják az állampolgároknak az osztályozására a különböző cégek. Erről beszéltünk akkor, azt hiszem, hogy amikor az iskolarendszerről volt szó, illetve a bankokról. Szóval mindaz, amit az ember online folytat, az az életmód, idézőjelbe téve, az bekerül a rendszerbe, és aztán azt a rendszer összesíti, és osztályozza annak megfelelően, amilyen normát megszabnak neki, bár szerintem a rendszer maga találja ki a normát, de ez az én véleményem. The new generation of artificial intelligence technology is rapidly penetrating into all walks of society and transforming every part of the economy. Amiről beszél az az, hogy a mesterséges intelligencia rohamosan fejlődik, és az életünk minden egyes részét, illetve a társadalom minden egyes részét befolyásolja, és át fogja alakítani. Ez egyébként World Intelligence Congress, ha jól látom, azaz, hát világ intelligencia kongresszus, és de akit érdekel, érdekes kedvére elmondom, amit elfelejtettem, még erről nem volt szó, de mindig elfelejtek bizonyos dolgokat. Minden évben megrendezik a World Government Summit nevű rendezvényt, amely magyarul annyit tesz, hogy világkormány találkozó. Úgyhogy a világkormány már működik, ahogy azt mondtam, most már azt kell, hogy mondjam, évekkel ezelőtt. Artificial intelligence technology is rapidly penetrating into all walks of society and transforming every part of the economy. Global Research azt mondja, hogy senki ne áltassa magát, ugyanis a bűn megelőző rendszer, illetve a bűn előrejelző rendszer, illetve a technológia már itt van, és sokkal több a rendszer annál, mint hogy előre jelezze a bűneseteket. Ez egy sokkal összetettebb rendszer, és a szociális kredit, amiről szó volt, az egy eleme ennek a rendszernek, ami
Szépen lassan így a szemünk láttára fejlődik ki. Ez arról beszélnek itt, hogy különböző technológiáknak az összessége, illetve a tömeges adatgyűjtés együttesen egyfajta öncenzúrát fog létrehozni a társadalomban. Ezt egyébként mindenki kivétel nélkül tapasztalja, illetve végzi már most a saját életében. Hogyha belegondol abba, hogy milyen dolgokat oszt meg a social médián vagy a világhálón, milyen tartalmakat, képeket, gondolatokat, idézeteket, stb. Ez mind-mind az öncenzúrának az eredménye, ugyanis mindenki szinte kivétel nélkül azt kell, hogy mondjam, természetes, hogy mindig van kivétel, de ha belegondol mindenki, akkor könnyen átláthatja a helyzetet. A legtöbb ember egy ideális világot alakít ki magának és magáról a világhálón, csak azokat a dolgokat osztja meg, amelyek a legnagyszerűbbek az életéből, és átgondolja szerintem kétszer is mindenki, hogy bizonyos dolgok beleférnek-e. Ez az, amire gondolnak itt, hogy egy öncenzúra fog kialakulni. Még annyit hozzátennék, és ez most jutott eszembe. Amikor arról beszélnek, ki az a fenevad rendszere meg fog születni, illetve ki fog alakulni, én szerintem ez az, amit látunk, és ez csak most ugrott be így, de ahogy szépen lassan ez a rendszer fejlődik, amiről például ezekben a videókban szó van, ami most, mint ez például a technológiai diktatúra, ez tulajdonképpen az a rendszer. Ez szépen lassan a fenevad rendszere fejlődik a szemünk láttára. Úgyhogy az nem biztos, hogy arról van szó, hogy megszületik majd egy ember, aki az Antikrisztus. Én elmondtam, hogy mi az én véleményem arról, hogy mi is ez az úgynevezett Antikrisztus vagy Antimessiás. De ahogyan születik, az sokkal inkább ez, ahogy szépen lassan kialakul a mesterséges intelligencia által vezetett új világrend. Ez mint egy születés folyamata, amit most látunk. És nem mondom, hogy nem lesz egy vezető, mert lennie kell, de azt akarom kifejezni, hogy lehet, hogy érdemes elvonatkoztatni egy ember születéséről, és inkább megpróbálni megérteni azt, hogy ez a rendszer maga lesz az úgynevezett antikrisztus, vagy az anti-mashiach, hiszen ez az, ami összefogja majd az egész világot. Ez egyébként egy kép, és ez az American Horror Story 8. epizódja, illetve bocsánat, 8. évadja, aminek a címe egész egyszerűen Apokalipszis. Ez egy horror sorozat, és ez gyakorlatilag az Antikrisztusnak a születéséről és a felemelkedéséről szól ez az évad. Érdemes végignézni, hogyha valakinek van ideje, mármint nem a sorozatot, hanem csak egyáltalán, hogy milyen témákat választanak, és akkor megérti, hogy a szórakoztatóipar nem más, mint propaganda. És hogyha ez nem bizarr, akkor nem tudom, hogy mi az. De nézzük tovább. I think we live in a world now where highly sensitive information are all over the place. They are accessible to a large number of actors. Ugye arról beszél a hölgy, hogy abban a korban élünk, amikor érzékeny információk, úgy mint hogy magán jellegű információk elérhetők nagy számú résztvevőnek. Ugye azt szól használni, hogy actor, úgy mint szereplő. És szerintem nem véletlen az, hogy elkezdték használni ezt a szót a politikában, hisz szó szerint azt jelenti, hogy szereplő, úgy mint színész egyébként, bocsánat, mint színész talán, ez még jobb. Azért, mert
Azok, akik irányítják és uralják ezt a világot, formálják át az emberek tudatát az által, amilyen nyelvezet használnak. Nem véletlen az, hogy az ember az, akinek a teremtő egyedül megadta a beszédnek a képességét. A beszéd rengeteget számít, és akik uralják ezt a világot, tudják, hogy a beszéd az hatalmat rejt magában. Ezért manipulálják az egészet mindenféle szinten, mert ez hatása van az emberek tudatára. Ugye arról beszél, hogy azok az információk, amelyeket összegyűjtenek rólunk, azok elérhetők nagy számú különböző szereplőnek vagy résztvevőnek, olyan értelemben, akik részt vesznek ebben az idézőjeles harcban, az uralomért, vagy pedig a piaci részesedésekért, de igazából a lényeg nem az, hanem hogy szépen lassan látjuk, ahogyan ez a rendszer megszületik, az antikrisztusnak a rendszere szépen a szemünk előtt születik meg, és ez az, amire figyelnünk kellene inkább, ez a tömeges adatgyűjtés, ez maga ez a rendszer. Without our knowledge or consent. We are surrounded by vulnerable connected devices and networks. And the last point is our interaction, our very intimate lives are increasingly shaped by decisions that are made by inherently opaque artificial. Okay. Vissza fogom tekerni, mert elfelejtettem, hogy mit mondt az elé. De csak érdekesnek találtam az egészet, és meg akartam osztani így folyamatában egész innentől. Amit kihangsúlyozott az az, mikor arról beszélt, hogy a nagyszámú résztvevőnek elérhetők ezek az adatok, hogy ezek az adatok egyébként a mi tudtunk és beleegyezésünk nélkül raktározódnak el. Ezek a gyűjtések egy része anélkül történik meg, hogy mi tudatában lennénk ennek, illetve hozzájárultunk volna. Ez az, amit most mondott. We are surrounded by vulnerable connected devices and networks. És körülvesz minket egy olyan háló, amit különböző eszközök alkotnak. És hozzátette azt, hogy sérülékeny, szerintem arra utal, hogy mindazok az eszközök, amik körülvesznek minket, természetes, hogy az informatikai dolgok az, amire gondol, úgy mint a telefon, vagy a tablet, vagy a laptop, számítógép, stb. Ezek a dolgok, minden, ami valamilyen módon információt tárol rólunk, de a különböző viselhető technológia, bármi, ami ebbe a csoportba tartozik, az mind ki van téve egyfajta veszélynek. And the last point is our interaction, our very intimate lives are increasingly shaped by decisions that are made by inherently opaque artificial intelligence. És az életünk átalakul szépen lassan úgy, hogy a döntéseket, melyek ezt befolyásolják, mesterséges intelligencia hozza. Nem teljes mértékben, de egyre inkább az a helyzet, hogy az életünket befolyásoló döntéseket nem emberek hozzák, hanem algoritmusok, számítógépek, vagy úgynevezett mesterséges intelligenciák. The store is part of a new artificial intelligence town in Hangzhou. Ez az a rész, amikor elérkeztünk az úgynevezett mesterséges intelligencia városhoz, ez Hangzhou, ha jól hallottam. Kínában, nem mintha ez mondana bármit is bárkinek, gondolom én, de a lényeg nem is ez, hanem az, amit meg fogunk tudni erről a városról hamarosan, és tudom, hogy már beszéltünk Kínáról, de ez egy teljesen más megvilágításba fogja helyezni azt az egész információt, amit eddig megtudtunk, és szerintem nagyon is érdekes az egész koncepció, és különösen az, hogy ők már ennyire előre haladottak. We are not going to make a store that everyone is already familiar with.
Ez ugye az Alibaba vezetője, és arról beszél, hogy egy teljesen újfajta koncepcióval állnak elő, és egy másfajta boltot hoznak létre. Ugye már ha megfejtettük azt, hogy mi is az, amire pontosan gondol, és hogyan fog működni majd ez a bolt, és ezt fogja részletezni. The truth is, the cafe needs to be redefined. Supermarkets need to be redefined. Azt állítja, hogy szerintük a kávézóknak vagy a boltoknak át kell alakulniuk, és alapvetően meg kell, hogy változzanak. Ez egy érdekes jelenet itt. The next thing is that big data can personalize everything. This I talked a little bit in my last book, but it turns out that it's coming true in lots of ways that I hadn't necessarily expected. És ez pedig, amiről beszél, az az, hogy a változás, ami bekövetkezik az életünkben, az más, mint amire a legtöbb ember számított, beleértve őt magát is. My son Jesse is 10 years old, and I've been working on this project for the last year and a half. Ezt már megnéztük, ugye ez erről már volt szó, amikor arról beszél, hogy mi is ez a big data vagy nagy adat. Most azonban hagyd mutassak meg egy újságcikket, ahogy ígértem. Egy pillanat, és megkeresem. Ez egy pillanat. Oké, szóval ez ugye a mesterséges intelligencia technológia rovatban arról beszélnek. Most csak azt szeretném felvázolni, hogy mégis mi is az, ami történik a világban mesterséges intelligencia terén. Ez ugye Tianjin vagy Tianjin város Kínában, amely 16 milliárd dolláros támogatást fog kapni az államtól a mesterséges intelligencia fejlesztésére. 16 milliárd. Az Európai Unió 1,8 milliárdot tervez erre. Ez az egy város 16 milliárd amerikai dollár támogatása számíthat. És Kína világelső szeretne lenni mesterséges intelligencia tekintetében 2030-ra, ezért ez a város ugye 100 milliárd jönt, vagyis ugye 16 milliárd amerikai dollárt fog megkapni annak érdekében, hogy fejlesz a mesterséges intelligenciát ebben a régióban. Ezt az adatot szerettem volna mindenkinek megmutatni. Utána tovább fogunk menni, és megnézzük, hogy mi az, ami még történik Kínában, de nézzük meg, hogy mi az, amire költik ezt az összeget, ugyanis az is elég érdekes. Arról beszélnek, hogy szeretnék felgyorsítani az úgynevezett okos technológia iparát, és 2 millió yuan készpénz díjat ajánlottak fel minden egyes szakembernek, aki részt vesz ebben a programban. Annak érdekében, hogy a legnagyszerűbb tehetséget ide csábítsák, 2 millió yuan. Pontosan nem tudom, hogy ez mégis mennyi pénz. Mindenki szerintem át tudja számolni ugye ebből az adatból, de nem néztem meg. De jó hangzik minden esetre. Amerikai Egyesült Államok jelenleg ugye mesterséges intelligencia technológia terén a világ első. Vladimir Putyin már évekkel ezelőtt azt mondta, hogy az lesz a vezető nagyhatalom a világon, aki a mesterséges intelligencia versenyt úgymond megnyeri. És ez egy nagyszerű nagy, és ez egy nagy előny ezeknek a városoknak, akik ekkora támogatáshoz hozzájutnak. De még annyit hozzátesznek itt, hogy a mesterséges intelligencia és az ehhez kapcsolódó ipar 2030-ra 1000 milliárd yuan értékű lesz. Ez ugye
Kínában csak. Szóval ez az 1000 milliárd jön 2030-ra, ez egy kínai előrejelzés. Nem világszintű. Nézzük tovább. Még azt akar? Oké. Meg fogjuk nézni a következő cikket, amiben arról beszélnek, hogy hány város az, ami részt vesz ebben a programban. Egy pillanat, hagyj. Csak elég lassú valamiért az internet. Mint egy 600 kínai város dolgozik azon, hogy úgynevezett okos várossá váljanak, illetve minél inkább bevonják a mesterséges intelligenciát a mindennapos életükbe. Beleértve ugye ezt a big data, vagyis a tömeges adatfeldolgozást, az Internet of Things, ugye erről is volt szó, ez a dolgok internete, mesterséges intelligencia, szóval mindent rákapcsolni egy nagy rendszerre. Ez az, amit szeretnének. És ebben a cikkben megtudhatjuk azt, hogy mintegy 600 kínai város ezen dolgozik. Az a város, amiről szó van, amiről a videó is szól, egyébként ez Hangzhou, és itt kialakítottak az Alibaba segítségével. Alibaba ugye ez az online, mint az Amazon, csak Kínában egy ilyen online áruház. A projekt neve egyébként City Brain, vagyis város agy, vagy városi agy, ami a mesterséges intelligenciát használja, illetve azt a rengeteg adatot, amit összegyűjtenek, hogy fejlessze az egész városnak az infrastruktúráját, illetve a működését, vagy úgy általában véve az életét. Ez a program 2016-ban kezdődött Hangzhouban, és odáig fejlődtek, hogy ennek segítségével, ugye ez a rendszer a kamerák felvételeit felhasználva azonnal, például, ez egy példa, amit itt hoznak, azonnal észleli, hogyha baleset történik másodperceken belül, ekkor riaszt is, és így mint egy 5 perc alatt ki tudnak érni a helyszínre a rendfenntartó erők, rendőrök, mentők, stb., amire szükség van. A következő az ugye 9 millió ember él ebben a városban, szóval ez nem egy Debrecen vagy egy Miskolc jellegű város, amiről szó van. 9 millió lakos és valós idejű elemzést képes ez a rendszer biztosítani ugye a rendfenntartó erőknek, különösen a rendőrökről van szó, mentőkről, a tűzoltókról, hiszen ez okozza a problémát, de egyébként a közúti forgalmat is ellenőrzi többek közt. Ez az egyik dolog, amiről itt beszélnek. Szóval a rendszer az, ami fenntartja mintegy 128 kereszteződésnek a lámpáit. A közlekedési lámpáit. 128 kereszteződés. 15%-kal csökkent a várakozási idő ezeken a területeken, amióta ugye az a City Brain, vagy az a város agy ellenőrzi ezeket a kereszteződéseket. És 4,5 perccel csökkentette az utazási időt az autópályákon, mióta ugye működik. 500 közlekedési balesetet észlel naponta. 92%-os pontossággal, és ez egy fejlődés, illetve egy előrelépés a rendőrség működésében. Szóval napi 500 baleset és 92%-os pontossággal, ugye a felvételeket érzékeli. Meg hát ki tudja még mik azok az adatok, amiket feldolgoz a rendszer, ugye nem nagyon osztják meg, de érdekes minden esetre, hogy azért az egy mindenképp egy előrelépés, hogyha 15%-kal gyorsul a forgalom. A következő
Egy pillanat. Ja igen, ezt még mindenképp meg akartam mutatni, még jó, hogy nem mentem tovább. Ebben a városban, ugye Hangzhouban 95%-a a boltoknak, illetve a bevásárlóközpontoknak az Alipay-t használja. Ez az Alibabának a fizetési rendszere. Úgy, mint az Apple Pay, vagy a Google Wallet, meg mit tudom én, mi van még. De az a lényeg, hogy telefonnal lehet fizetni, vagy bármilyen más eszközzel, ami megtalálta az applikáció. 95%-a a boltoknak. Hihetetlen. És ez ugye az Alibabának a mobil fizetési rendszere. 98%-a a helyi taxisoknak szintén elfogadja ezt. Gyakorlatilag 100%-os lefedettsége van a boltokban és a közlekedésben. Mintegy 60 közszolgáltatást tudnak ezzel a fizetési móddal igénybe venni, módszerrel igénybe venni a lakosok. Ez úgy, mint a közlekedés, de egyébként közlekedési eszközök, illetve az egészségügyi ellátás szintén az Alipay-en működik. Szóval mindenki láthatja az, hogy amerre tartunk az az, hogy szépen lassan ki fog szorulni a készpénz, és el fogunk jutni oda, hogy gyakorlatilag bármit meg tudunk venni, pusztán azzal, hogy megjelenünk valahol. Hiszen, hogyha az arcfelismerő program működik abban a boltban, akkor miért nem működhetne bárhol máshol, ahol kamerák vannak? Ez mindenképpen érdekes. De nézzük tovább, mi az, amiről beszélnek még itt. Ugye azt már mondták, hogy majdnem 600 kínai városban már működik ez a rendszer, illetve fejlesztés alatt van. Ezen kívül a piaci értéke ezeknek az úgynevezett okos városoknak Kínában 6000 milliárd yuan lesz 2017-ben, és 19 000 milliárd yuan 2021-ben. Ez 1 milliárd dollár egyébként 2000, bocsánat, 1000 milliárd dollár 2010, 904 milliárd dollár. Fel se lehet fogni igazából. És ennek a háromszoros, azaz 3000 milliárd dollár lesz 2021-ben. 3000 milliárd dollár ezeknek a városoknak a piaci értéke. Elképesztő dolgok történnek a világban. Nézzük tovább. Előre fogunk ugrani egy kicsit, mert ugye már megnéztük ezt az adat rendszerrel kapcsolatban ezeket a dolgokat, úgyhogy előre ugrunk egészen 10,5 percig, és itt fogjuk folytatni. Visszatekerem egy kicsit, mert ez az a rész, amikor elkezdenek beszélni a különböző biometrikus azonosító rendszerekről. Concerns about privacy. Could you be giving up too much of yours with a simple wave of your hand? To implant chips like these in the hands of volunteers among its workforce. It is vying to become the first company in the US to microchip implant. Ez ugye egy amerikai cég, ami az első az Amerikai Egyesült Államokban, aki mikrochippeket ajánlott fel a dolgozóknak annak érdekében, hogy különböző adatokat tároljanak rajta és hozzáférjenek különböző szolgáltatásokhoz a cégen belül. És arról beszél ugye, hogy ez pontosan olyan, mintha az 1984 című novellából került volna elő. Ezért is mutattam be ezt korábban. Do you think this is the future? It is the future.
A kérdés az volt, hogy úgy gondolja, hogy ez a jövő, és arról beszélt ugye a cég vezetője, hogy ez egyértelműen a jövő. De még mielőtt belemennénk ebbe, még mutatnék egy, mert utána egyből szépen át tudunk kapcsolódni a filmhez, amit meg akartam mutatni. Még egy pár szóban visszamennék ehhez az okos városhoz Kínában, ugyanis szerintem mindenképpen érdemes. Arról beszélnek, hogy ez a cikk egyébként a wired.co.uk oldalról származik, ami az egyik legismertebb technológiai weboldal, úgyhogy amit ők írnak, arra érdemes odafigyelni. Arról beszél, hogy a jövőben a városok mesterséges intelligencia által lesznek kontrollálva, illetve irányítva. Ez az, amit az Alibaba cég szeretne ugye Kínában. Arról beszélnek, hogy rengeteg információt képesek ezek a cégek megszerezni azáltal, hogy megosztjuk a helyzetünket a különböző applikációk segítségével, valamint bármi más valós idejű adatot azzal kapcsolatban, az életünkkel kapcsolatban tulajdonképpen. De míg ennek megvan a pozitív oldala, például az, hogy segítséget nyújt mondjuk a közúti balesetek vagy a dugók elkerülésében, ami egyértelműen így van, én használom a Google Maps-et úgy, mint idézőjelben ugye GPS-t, és rengeteget segít, sőt a rövidebb utakat megtalálja, nagyszerű, úgyhogy ne, én nem azt mondom, hogy ez rossz. Én azt mondom, hogy a jövő, amire fel fogják használni, az nem a mi érdekünket szolgálja. Úgyhogy nem arról van szó, hogy ez nem hasznos, vagy nem könnyíti meg az életünket, mert igen, de az, ami a jövőben történni fog, az semmiképpen sem az lesz, mint amit a legtöbb ember gondol, hogy majd egyik nyaralásról a másikra repül, és semmit nem fog csinálni, csak költi el fel az általános alapjövedelmet, meg ül a tengerparton és koktélt szürcsöget. Ezt nehezen tudom elképzelni, hogy ez lesz. Arról ír Wired, hogy talán nehéz elképzelni egy jövőt, ahol minden város ilyen intelligens vagy okos, idézőjelben ugye, és azonban mindenképp érdemes belegondolni abba, hogy a városok a jövőben olyanok lesznek, ahol az egész infrastruktúra egy programra vagy szoftverre van rákötve, és az valós időben kontrollálja ezt. Ezért mutattam meg az American Horror Story-nak a képét azzal a kisgyermekkel, a csecsemővel, mert ez az szerintem, ami történik most. Szépen lassan látjuk megszületni ezt az új rendszert a szemünk előtt. Ez az, ami történik. Ez ugye Hangzhou-ról beszél szintén ez a cikk, de Hangzhou csak a kezdet, és ezután Kuala Lumpurban, Malajziában tervezik, hogy elindítják ott is ugyanezt a projektet. Azt szeretnék, hogy egy felhő alapú, felhő úgy, mint hogy, hát aki nem tudja, mi a felhő, annak elmagyarázom röviden, de ez egy központi szerver tulajdonképpen, amire mindenki feltölthet, és az feldolgozza az adatokat, és visszaszolgáltatja azt olyan, feldolgozza azon paraméterek vagy faktorok alapján,
alapján, illetve szerint, amit a megrendelő kíván. Szóval Alibabának van egy hatalmas memória parkja, vagy mit tudom én, hogy van ez, oda feltölt mindenki az adatot, ők feldolgozzák és visszaküldik az eredményt. Az egyetlen probléma az, hogy ők így megszerzik az adatot, anélkül, hogy nekik ezért bármit is tenni kell. Mert mondjuk én elkezdem az ügyfeleimnek az adatait beírogatni, így magamnak, és mindenkibe ültetek egy csippet, nézzük a vérnyomását, az összes mindent, fogalmam sincs, hogy kell ezt feldolgozni, elküldöm nekik az összes adatot, hogy nekem kell ez, meg ez, meg ez, az eredmény. Ők ezt feldolgozzák, visszaküldik. Közben ugye ők megszerzik az adatot. Ez a lényeg. Gyakorlatilag egy ilyen hatalmas aggregátora ezeknek az adatoknak. Nem csak az Alibaba ugyanezt csinálja, Amazon erről volt szó hónapokkal ezelőtt, a AWS, azt hiszem Amazon Web Service, valami ilyesmi, de ugyanúgy van Apple-nek, az iCloud, mindenkinek, minden nagy cégnek van, Google-nek is van, azt hiszem az is Google, mi is az? Google Drive, szóval ezek az összes nagy cég együtt dolgozik tulajdonképpen. Az összes nagy cég alkotja azt a fenevadat, aminek a születését láthatjuk. Ezért mondtam el ezt az előbb. Így szerzik meg az adatokat nem csak magáncégektől, hanem kénytelen hozzájuk fordulni mondjuk Hangzhou-nak a rendőrsége is. Mit fognak ők foglalkozni azzal, hogy megpróbálják ezeket az adatokat feldolgozni, mikor egyszerűen csak fizetnek valamennyit érte, és akkor készen megkapják ezt, anélkül, hogy be kellene fektetni infrastruktúrába, meg bajlódni kellene mindenféle fenntartási költségekkel, meg szervizzel, meg ilyesmivel. Ez a lényege ennek, és a city brain, vagy ez a városi agy, vagy város agynak az a lényege, hogy lehetővé teszi a mesterséges intelligenciának, hogy ezt az egész várost irányítsa azon adatok alapján, amelyeket összegyűjtött, és az az algoritmus, amelyet ugye a mesterséges intelligencia folyamatosan fejleszt tovább, elemzi ezeket a szuper számítógép vagy szuper komputerek segítségével, és aztán az visszaküldi a rendszerbe, és meghozza a döntést. Gyakorlatilag elemzi az összes kamerának a mit tudom én miét, meg a mindenben, amiben chip van, minden telefon, mindent, ami a városban él és mozog, és ami nem él, és adatot szolgáltat, az egy számítógépbe összefolyik, az elemzi azt, és reagál a különböző szituációkra, a különböző helyeken, a különböző időpontokban, élőben, mint egy ember tenné, hogyha képes lenne ennyi mindent átlátni. Ezért mondtam azt, hogy a fenevad így születik meg. Az a gyermek ezt a rendszert reprezentálja, nem azt az embert. Alibaba Cloud egyébként, Alibaba ugye felhő a Cloud, de az erre a rendszerre utal. Alibaba Cloud az, ami a programot biztosítja, de az a város az, ami szolgáltatja az adatot. Alibaba gyakorlatilag összegyűjti az adatot, és aztán felhasználja, és visszaküldi nekik az információt, amit ebből kiszűrt. De arra nincsen garancia, hogy ők azt az adatot után megsemmisítik. Nem is kell, hogy megsemmisítsék, hiszen most képzelje mindenki, hogyha ezek a nagy cégek képesek összegyűjteni az adatokat, és az egészet egybe, akkor az egész világot tudja irányítani egy számítógép. Persze ezt nehéz elképzelni, hogy ilyen van, de láttuk azt, hogy a számítógépes kapacitás az nagyon gyorsan fejlődik. Ugye ami érdekes volt, és beszéltünk erről, hogy 15%-kal csökkent a várakozási idő, illetve a fejlődött a közlekedés. 30. volt Hangzhou Kína, bocsánat, a világon a dugó térképen, vagy nem is tudom minek hívják, rangsorban 30. és az 5. volt Kínában. És ezt szerették volna egyébként megoldani, és hát sikerült is. Utána ugye ebben a cikkben, ez egyébként, ez a cikk itt, ez Wired, én közben olvasom, és hát próbálom.
ugyanazt írja le tulajdonképpen, mint amiről az előbb szó volt, de mindig valami új információt kapunk minden egyes cikkből. Ahogy mondtam, Malajzia a következő állomás, és Kuala Lumpur szeretne részt venni ebben a rendszerben, és ő is a City Brain-re rákapcsolódni gyakorlatilag. Amiről szó van, pontosan úgy van, mint egy nagy agy. Mindenki, aki akar, rákapcsolódik. Ez egy ilyen grafika, illetve egy illusztráció azzal kapcsolatosan, hogy működik ez a rendszer. A bal felső sarokban ugye az van, hogy a különböző eseményeknek az észlelése, illetve az elemzése. Érdekes, hogy egy hatszög a jele, amiben van ez a kis pont, mintha egy szem néz lefelé, de a hatszöget mindenki ismeri. Aki nem, az nézze meg a videót, azt hiszem az a címe, hogy Saturnus hatszög, vagy hexagram, meg valami ilyesmi. Érdemes megnézni, és akkor mindenki megérti a maga a hatszögnek a jelentését, de a hatszög az úgy, mint a hexagon, bocsánat, az a hatszög és a hexagram a hatágú csillag, illetve a kocka, ez mind-mind Szaturnuszhoz vezet vissza, ami pedig nem más, mint ugye Satán, vagy az ellenségnek az egyik megjelenési formája, az egyik neve így az évezredek során. Ezért is alkalmazzák ezt a szimbólumot előszeretettel. Ez a rendszer, ugye, amit a mesterséges intelligencia irányít, minden autót lát Hangzhouban. Ugye ezt itt olvashatjuk, City Brain, mesterséges intelligencia minden autót lát Hangzhou tartományban, illetve városban, és állandóan, folyamatosan szemmel tartja a videófelvételeket, és egyelőre ugye arról beszélnek, hogy a baleseteket, illetve a különböző problémákat érzékeli. Minden autót érzékel. Nem is tudom, hány kamera lehet, vagy miről, milyen mennyiségű adat az, amiről szó van. Alibaba arról azt szeretné, hogyha minél több kisebb vállalkozással együtt tudna működni, és azok eladnák neki az adatgyűjtő infrastruktúrájukat, illetve a gépi tanulás erőforrásaikat. Most ez furcsán hangzik, de aki követi ezeket, az szerintem érti. Amit szeretne az, hogy felvásárolni a kisebb cégektől azt az infrastruktúrát, ami nekik rendelkezésükre áll az adatgyűjtéshez. Hogy miről van szó? Gondolom, mint egy biztonsági cég mondjuk, akinek van X kamerája X lakásban, és akkor mit tudom én, mennyi ember hozzájuk kapcsolódik telefonon, és ők megfigyelik azt a kamerákat, és ezt eladja nekik, és így ők még több adatot tudnak összegyűjteni. Ez nem feltétlenül csak videókamera, hanem mondjuk, amit mondtam az előbb, hogyha nekem van egy online boltom, és én összegyűjtök Y mennyiségű adatot mindenkiről, a vásárlási szokásaikat, arra, hogy mikor, mire klikkelgetnek az interneten, ezt meg akarja venni az Alibaba, illetve az algoritmust és azt a szoftvert, amit ők felhasználnak. Így nekik nem kell fejleszteni, hanem ők készen megvehetik ezeket a elemeit ennek az egész rendszernek, és sokkal, mint ahogy bekebelezi mondjuk egy amőba a másikat, és megnő. Ez az, amit akar. És az egyszerű megérteni, hogy egy akkora cég, mint az Alibaba, hogyha valaki nem ismeri, mindenképp nézzen utána, de egy akkora cégnek gyakorlatilag nincsen, nem ez csak az, hogy vetétás, hanem a pénz nem akadály, hanem, és mindenkinek van egy ára, gondolom én, minden ilyen kis cég, hogyha arról van szó, hogy csak egy árat kell, hogy mondjanak, és akkor ez megtörténik. Így sokkal gyorsabban fejlődik a rendszer. És hogyha megint csak visszautalok arra a képre, akkor ezt ne felejts el senki.
az a rendszer most így születik meg. Folyamatosan, szépen lassan terjed el, és növekszik, és magába foglalja az összes többit. Ezt látjuk megjelenni itt a szemünk előtt. Ez az, ami történik. Szépen lassan kialakul ez a rendszer, és megszületik. Egyelőre ott tartunk, hogy az Alibaba cég 120 ezer fejlesztővel dolgozik. 120 ezer fejlesztővel. 2700 oktatási intézménnyel. 2700. Különböző üzletekkel 77 országba és különböző régiókba. A projekt neve ugye Tianchi. 120 ezer fejlesztő, 2700 intézmény, 77 országba. Ez a dolog 77 országban működik. Ennyi ember vesz részt ebben, hogy megszülessen ez az új rendszer. Ez az, amin dolgoznak. Ők nem tudják, legalábbis a legtöbb ember nem tudja. De ez az, ami történik most. Ezt egyébként nem én vagyok az egyetlen, aki észrevette, hanem ugye felmerültek különböző problémák, illetve kételyek azzal kapcsolatban, hogy az embereknek ez a megfigyelés, illetve az emberek adatai milyen módon sérülnek. Ebben nem megyünk bele, mert ez abszolút nem érdekes, hiszen ezen úgy sem lehet változtatni, szóval ez nem is a lényeg. De térjünk vissza a csipes dologhoz még egy pillanat, és nézzük meg, hogy mi az, amit ezzel kapcsolatban mondanak. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom, mikor észreveszi ezt a szimbólumot, ami ugye ez a Helixnek hívják, a DNS lánc, ahogy összefonódik. Ez rengetegszer előfordul, és sok egyéb mellett ez a két világnak az egybefonódását, a spirituális, illetve a fizikális világnak az egybekapcsolódását jelenti, amin dolgoznak azok, akik ezt a világot uralják és irányítják, akik szeretnék, hogyha minél előbb megszületne ez a rendszer, ami tulajdonképpen a fenevad rendszere, ez az anti-másiák, vagy az antikrisztus rendszere. Ez az, amit jelképez a Helix, vagy ez a spirál, ahogyan a két világ egymásba kapcsolódik. Nem véletlen, hogy a genetikában ezt használják. You don't get one side without the other. When there's a new tool, it can be used for good or evil. You know, what the employees who have signed up say, it's just convenient. You know, the idea is you just wave your hand. Amiről beszél az az, hogy azok a dolgozók, akik ebben részt vesznek ebben a mikrochip projektben, azt mondják, hogy ez nagyon kényelmes ez a rendszer, és sokkal egyszerűbb így bejutni, és mindazokat a mindennapi teendőket ellátni, amiket nekik meg kell oldani az irodában, hiszen egyetlen egy helyen megtalálható az összes adat róluk. Hogy most bennük mennyire tudatosul az egész, hogy mi is az, ami történik, azt nem tudom, vagy hogy mi igaz ebből. Minden esetre érdekes, hogy ez már megy, ez a dolog. It's just convenient, you know. The idea is you just opening doors using the copier, designed to replace the traditional keypad for opening doors using the copier, even buying food in the cafeteria. Szóval nem csak élelmiszer vásárlásra lehet felhasználni, hanem számos egyéb dolgot is el lehet vele intézni az irodában, úgy, mint a fénymásolót használni, vagy mondjuk bejutni egy irodába.
to be able to purchase it. But what if there was a way that you wouldn't have to do any of that? It sounds it sounds a bit like a plot point in a dystopian novel. It sounds És mint mindig az igazságot elmondják, hiszen tudják, hogy az emberek nem képesek felfogni, és nem is érdekli őket. Ami nevet most, az az, hogy olyan, mint ha egy disztopikus novellából jött volna az ötlet. Azért, mert így van. Ő, szerintem nem tudják ők se, ők csak egyszerűen ilyen bábok ott abban a stúdióban, szóval őket aztán végképp nem érdekli. Ők élvezik azt a helyzet, amiben vannak úgy, mint hírességek és műsorvezetők, szóval ők eljátszanak bármi szerepet, amit nekik leírnak, hiszen ők nem mások, mint színészek. Mindenki, aki a tévében szerepel, a színész, őket képzik arra, hogy jobban elő tudják adni azt, amiről beszélnek, ugyanúgy, ahogy a politikusokat, vagy bárkit, aki megnyilvánul a médiában, hiszen nem fognak odaengedni egy ilyen jött-ment senki házit, hogy az az értékes időt, amit a propagandára szállhatnának, azt elrabolja. Szóval azon röhögcsélnek itt, hogy olyan, mintha egy disztopikus novellából érkezett volna, azért, mert onnan érkezett. Ez van 1984-ben, ez van a Szép új világban, meg számos más helyen, mint ahogy meg fogjuk majd látni. Igen, az a baj, hogy magán is röhög ez az idióta, meg az összes többi. Nem értik, hogy mi ennek a hosszú távú következménye. Azért, mert az embereket nem érdekli semmi. Az emberek már csak azt érzékelik, amit látnak. Csak az van, amit meg lehet enni, vagy meg lehet inni. Meg amit lát, az ember meg hal. That whole, I know it's very futuristic, I get it. But I think, what's wrong with just taking out your card? But good for them. I think it's the wave of the future that we'll all... Arról beszél, hogy ez mindig így van, hogyha ha valaki figyeli az amerikai műsorokat, akkor látja. Még egy műsoron belül is van egyfajta, vagy egy cégen belül is van egy megoszlás a véleményekben. Valaki a konzervatívabb álláspontot képviseli, valaki a liberálisabb, vagy haladót. Összességében a csatorna liberális mindig, hiszen a liberalizmus az, ami jellemző az új világrendre, legalábbis ebben a pillanatban. A jövőben az új világrend egy diktatúra lesz, ott nem hogy liberalizmus nem lesz, ott semmi nem lesz. Azonban így képesek azáltal, hogy valaki képviseli a konzervatívabb álláspontot, így képesek azt bemutatni olyan szemszögből és olyan színben, ahogyan ők akarják. Pontosan ez a lényege annak, hogy az előző arról beszélt, hogy mi a probléma, miért rossz az, hogy valaki a kártyájával fizet. Ez egy koreografált előadás. Ők azt olvassák föl, meg azt mondják, amit nekik mondaniuk kell. Ez nem az ő gondolataik. Ki az, aki azt gondolja, hogy ideengedik ezek a cégek az embereket, és azok majd elmondják a saját gondolataikat. Hogy is lehet ilyet képzelni, hogy ez így van? Ez egy hollywoodi produkció, aminek megvan a szerepe. És úgy tűnik, hogy jaj, miért foglalkozzanak egy-egye? Azért, mert ez a sok egy-egy műsor adja ki aztán a nagy egészet. Ezek segítségével alakul ki ez a végső rendszer. És ő elmondja, hogy ó, miért ne lehetne a kártyával fizetni, és a másik pedig ráteszi azt, hogy ugyan már ez a jövő, ez a fejlődés, ez a technológia. És ezt el kell fogadnia mindenkinek, hiszen a technológia jó, a jövő, ezek a szavak így vannak kitalálva az emberben, ilyen hatást váltanak ki, mert így van programozva az ember. Jövő, haladás, technológia, ezek mind-mind pozitív dolgok. Legalábbis az ember fejében, a legtöbb ember fejében. Have implanted chips that have our medical records. The question now is what do we do from here? And the answer, I think, is that we do what we are doing here now. És ugye a kérdés az, hogy mi is az, amit tehetünk? Mi az, ami
Ugye ez az, amit ő kérdez. És arra az a válasz, hogy hát ez az, amit most csinálunk, hogy beszélünk róla, bla bla bla. Ezt mondtam már számos videóban, sőt erről szól a Nemek Harca videó is. A világ a feje tetejére állt, és az egész világ elnőiesedik. A férfi elnőiesedik, a nő pedig elférfiasodik, azonban a világ eltolódik egy feminin vagy nőies irányba. Erre jellemző a vég nélküli párbeszéd, ki mit gondol, vitassuk meg, bla bla bla. Ez az, amit mindenhol szorgalmaznak. Mert pontosan tudják, hogy a vég nélküli dialógus az, amire nekik most szükségük van. Addig, amíg a világ beszél, addig ők tudnak cselekedni. Mi meg itt beszélünk, meg magyarázzuk magunknak, hogy csak párbeszéd kell, meg még egy kicsit beszéljünk, meg ez, meg azt. Ők meg közben tudják intézni a dolgokat. Míg mi beszélünk, meg az összes idióta elmondja, hogy mi az, amit ő gondol, érez, hisz, vagy vél, addig a háttérben szépen azok, akik uralják és irányítják ezt a világot, tudnak nyugodtan építkezni. Ez a lényeg, ez az, amit akarnak. Ezért van mindig erről a ostoba dialógus dologról szó. Azért, mert ez lehetővé teszi számukra azt, hogy közben dolgozhassanak addig, amíg mi beszélünk a baromságról, meg hogy mit gondolunk, meg mit érzünk, meg mit hiszünk, meg szerintünk mi van, meg mit kéne csinálni, meg beszéljünk még róla, meg még, azt nem jutunk sehova. Mindenki csak magyarázza az ökörséget, ami a fejébe van. Még egy pillanatra visszatérnék erre az Alibaba dologra, illetve a Citibrain-re, mert még azt hozzá szeretném tenni itt, amit ez egyébként eflscience.com weboldal, és pillanatot, hagyd kérni. Arról beszélnek, hogy ez a rendszer, amit terveznek, ez teljes egészében mindent és mindenkit magába fog foglalni. Nem csak abban a városban, hanem az a rendszer által összekapcsolt vagy összekötött városokban. Így fog szépen kialakulni egy egész világra kiterjedő hálózat, és mindenki, aki abban részt vesz, az mind ennek a rendszernek a része. Szóval, mikor azt kérdezi valaki, hogy mennyi idő van, vagy milyen lesz az a rendszer, vagy bla bla bla, hogy milyen lesz, ilyen lesz. Erről van szó gyakorlatilag 2,5 éve, és ez nem fog változni. Ilyen lesz ez a rendszer. Mindenki, aki ennek a része, az gyakorlatilag rákapcsolódott az internetre, és onnantól kezdve ő neki befellegzett. Szóval mindannyian egy válaszút elé fogunk kerülni. És nem érdemes azon izgulni, hogy mi lesz. Sokkal inkább arra kellene koncentrálni, hogy hogyan, mi a módja annak, mi az alternatíva. Mert létezik egy alternatíva. Ezek egyébként mellesek azok a filmek, amikben a biometrikus azonosítás előkerült, illetve megjelent. Ez Star Trek 1966-ból, ez a 2001 űr odüsszeja, 68. Star Trekben ugye a hang, a retina, ugye az általános életjelek, illetve az arcfelismerés volt, űr odüsszejában az arcfelismerés és a hang. 1966. 50 éve.
Akkor hogy lehetséges az, hogy ők 50 éve már erről beszéltek a filmekben? Ez csak valakinek az eszébe jutott? De csak ki pottyant a fejébe? Ezt, úgyhogy ők már akkor tudták, hogy ez lesz. Szárnyas fejvadász, ugye a retina azonosítás 82-ből, robotzsaru, arcfelismerés 87, visszajövő, második rész, új lenyomat azonosítás. És 2015-re jósolta azt, hogy az új lenyomattal ki lehet majd nyitni az ajtókat. Ugye Marty McFly volt, ki is az a figura? Michael J. Fox, aki képes volt új lenyomata azonosítani és kinyitni az ajtót. 2015-ben volt akkor, ugye a jövőbe előre ment, és ez pontosan úgy van, hiszen ez már lehet, hogy pont akkor jelent meg az iPhone. Oké. Sőt, ezek után még ugye a negatív karakter, a Biff használta a hüvelykujját, hogy fizessen a taxért, de már megnézem akkor a többit. Igen, Robotzsaruban ugye így azonosította a bűnözőket a rendőr, a Robotzsaru, úgy, amiről most volt szó, ez ugye az előrejelzése a bűnügyeknek. Itt szintén használják az arcfelismerés. Nézzük tovább. Ez a pusztító, itt ugye hangfelismerésről volt szó, de egyébként a pusztítóban volt beültetett chip is, sőt, amiután kiolvasztották őket, azok után képesek voltak különböző tulajdonságot megváltoztatni bennük, szóval hozzáadtak különböző képességeket az emberekhez. Hogyha visszaemlékszik mindenki, maga a pusztító, Stallone karaktere úgy ébredt fel, hogy ő horgolt, vagy kötött, nem is tudom, hogy mit tudott csinálni, míg az ellenfele ilyen, mi is volt valami, harcmester lett, vagy nem is tudom, miket tudott, meg erősebb lett, meg gyorsabb, meg mit tudom én, milyen. Szóval átalakították az embereket. Ez 93-ban, 20 éve. És a következő, ja igen, ott arról is szó volt, hogy ugye a pusztítóban felismerte a káromkodást, és automatikusan büntetést szabott ki az emberre, aki káromkodott. Nem csak káromkodást, hanem a verbális megnyilvánulásokat elemezte. És mindenhol jelen volt. Az volt az érdekes a filmben. Bármerre mentek, nem lehetett káromkodni, mert azonnal büntetés rohadt ki a rendszer. Ez már most nincs idő belemenni részletekbe, de egyébként a szobában, a pusztítóban, úgyis a lakásban a fényeket lehetett irányítani, az autóval lehetett beszélni. Az ötödik elem 97-ből különböző fajokat lehetett azonosítani, illetve arcfelismerésről volt szó. A rendőri járműveken volt arcfelismerő, és a rendőrök, illetve a rendfenntartó erők szkennelték az embereket, és az képes volt felismerni, hogy milyen fajjal állnak szemben. A Gattaca 97-ből DNS azonosításról volt szó ebben. Összetudták porszívózni a DNS információt, ami aztán elemezte, ugye ez a porszívó. Az Alien-nek a negyedik részében, ami ugye Alien Resurrection, nem tudom mi az, itt a lehellete alapján azonosítottak valakit, illetve az egész kezét szkennelték, ez 97-ből volt. Ugye PIN kódot használtak és a kézlenyomatot. A Starship Csillagközi Invázió 97-ből agyszkenről volt szó. És itt ugye az embereknek az agyát lehetett elemezni. Sőt, tudást és emlékeket lehetett ellopni más lényektől. Ez a különvélemény erről volt szó, retina elemzés, egész városban el voltak helyezve
ezek a különböző szkennerek, és ott azonosították az embereket. Terminátor, nem is tudom melyik ez, a gépek lázadása, 2003, DNS és retina elemzés. Terminátornak van még egy része, ez nem tudom mi, 2009-ből reneszánsz, arcfelismerés, az én a robot, hang és ugye tenyérfelismerő 2004-ből, Wall-E, ez a animációs film, fel tudta ismerni a különböző életformákat, és ez a kis robot, érdekes módon az volt a neve, hogy Eve, ugye földön kívüli növény, hát elemző, vagy értékelő, extraterrestrial vegetation evaluator, Eve, ugye az Évára utal az Édenkertből, úgy mint Eve vagy Éva. 9-es körzet, District 9, 2009-ből DNS, Dread Bureau, erről volt szó, 2012, DNS és hang. Ez a Ex Machina, 2015-ből arcfelismerő. Szóval ezek csak néhány azok közül a filmek közül, amelyek használták már ezt a technológiát. Úgyhogy amit mi látunk, az ez a rendszernek a születése itt a szemünk előtt. És ezek az információk egy intelligens ember összetudja rakni ezt, és láthatja azt, hogy merre haladunk. Ami történik, az egy új világnak a születése. Még villámgyorsan akkor megmutatom a lopott időt. Ebben a filmben egyébként tökéletesen egy nagyon primitív film, szóval azt hozzáteszem, ennél primitívebb filmet nehéz csinálni. Ez egy klasszikus jó-rossz történet egy ilyen csavarral, ugyanis a jó alakítja a valóságban a rosszat, a rossz pedig a valóságban a jót. Justin Timberlake, nem mondom el a történetet, csak nagyjából az embereknek különböző mennyiségű idő áll rendelkezésére, és ezt az időt tárolják, ugye az alkarukon látszik ezen a kijelzőn, ez a zöld, hogy mennyi idejük van hátra, és ezt az időt ugye felhasználhatják, és dolgoznak, különböző dolgokat végrehajtanak, és akkor kapnak időt, gyakorlatilag élhetnek. A társadalom két része szakadt, mint mindig. Vannak a kívülállók, a jók, akik harcolnak a világért, és vannak a rosszak. Egyébként elmondom, hogy aki látta a filmet, aki nem, Justin Timberlake és Amanda Seyfried talán, ők alakítják Satánt, illetve azt, ahogyan Satán együtt dolgozik az őseregével, az emberekkel. Ez a páros alkotja az emberiséget és a bukott angyalokat. Ők azok, akik a rendszer ellen lázadnak. Azok, akik a filmben az úgymond rosszak, akik fenntartják a rendet, ezek az emberek, nem is tudom, hogy hívják őket, mindjárt megnézem, egy pillanat, hagyd kérek. Mert elfelejtettem, hogy mi a nevük. Mindegy, akik a rendszert fenntartják, ők a teremtő, illetve az ő serege. Mindig a teremtő az, aki a rendszert fenntartja. Minden filmben a rendszer, a rend, mint a Star Wars-ban az uralkodó Darth Vader, meg a birodalmi katonák, mindenhol, Transformers-ben Megatron és a Decepticonok, vagy az álcák, mindenhol a rossz a teremtő. Ő az, aki a rendet akarja fenntartani. Ő az, aki a lázadó, pedig a másik oldal, aki számunkra jónak tűnik, ebben az esetben ugye ez a páros, aki harcol azért, hogy felszabadítsák az embereket, és mindenkinek adjanak időt. Gyakorlatilag pont az, ami történik a valóságban. Az idő hamarosan lejár, aztán mindenki megy a helyére. Ez az, ami ellen mi harcolunk, megpróbáljuk az időt visszanyerni saját magunknak, a mi tudásunkkal, ami nem más, mint a technológia, ami az ellenségtől jön. Ez szimbolizálja egyébként ez az egy szem mind a két képen. Ezért van így beállítva az idő pénz, az idő hatalom. Ez az, amit olvashatunk itt. Satán és az emberiség együtt dolgozik. Az emberiség a nő, Satán pedig az a férfi. És ők ketten, ugye, összefognak, hogy megdöntsék a rendszert, és még annyit hozzátenek, ezt a képet csak azért raktam bele, mert
Amanda Seyfried gyakorlatilag mindvégig ehhez hasonló ruhákban jár. Érdemes megfigyelni azt, ahogyan a szexualitás és az erőszak összekeveredik a filmekben, és egyre inkább megfigyelhető szerintem a filmekben, ahogyan ez történik, és ez egy tudatos manőver, illetve egy elem, ugyanis ez a két dolog, amivel a legegyszerűbb hatni az ember agyára, hiszen az erőszak, akkor mindig ugye az ember készen áll arra, hogy cselekedjen, akkor is, hogyha ez egy fiktív dolog, úgy, mint hogy egy film, a szexualitás pedig alapvetően az embernek az agyát rákapcsolja. Szóval ezért keverik össze a kettőt. Ezért van mindig szerelmi szál, ezért van annyi szexualitás a filmekben, ezért öltöznek úgy a szereplők, ahogy öltöznek. És de ezt csak így hozzá akartam tenni, erre most igazából nincs idő, hogy ebbe belemenjek. Ezt meg akartam mutatni, ugye egy perc van, ez az, amiről szó van, ez az a kis kijelző, és akkor itt lehet látni, hogy mi a helyzet. Ezért harcolok, hogy legyen idő. Két kaszt alakul ki, ugye a gazdagok, akiknek rengeteg idejük van, meg pénzük. Ők azok, akik uralják a világot. Ez gyakorlatilag a teremtő és az ő csapata. Hozzátennék annyit, hogy minden gonosz férfi, és a legtöbb fehér, ez szintén propaganda, ez az, ahogyan a társadalmat manipulálják, illetve a társadalmat alakítják, és fordítják az embereket egymás ellen. Hát, ezt elmondtam már, még egyszer már nem akarom sokat gyára elmondani. Justin Timberlake azt akartam megmutatni, hogy ő nagyszerű szerintem nézni ezeket a filmeket ilyen szemmel. Hogyha az ember megérti, hogy mi az, amit el akarnak mondani, újra és újra a bibliai történetet mesélik el, csak egy más szemszögből. A legjelentősebb mozzanat az egész, az írásokban egy Mózes 6, amikor a Elohim fiai és az emberek lányai kapcsolatot teremtettek. Ez az, ahonnan kezdve az egész történet egy más irányba eltér, és mindaddig, amíg az emberiség nagy része ezt nem érti meg, addig nem fogják tudni megérteni a filmeket. A filmekben ugyanezt élik át újra és újra. Ezért van az, hogy a főhős mindig összejön a nővel, hiszen a főhős maga a bukott angyalok, a nő, az emberek lányai, ők azok, akik együtt harcolnak a teremtő serege ellen, a teremtő és az ő serege ellen, akik nem mások, mint a timekeepers. Ők azok, akik az időt őrzik, és ők azok, akik az időzónákat fenntartják. Ezért mondtam azt, hogy a rossz úgy van kialakítva, hogy azt a hatást keltse, hogy ő rossz, azonban ha belegondolunk, a filmekben akinek koncepciója van, az mindig az úgynevezett rossz. A rossz az, aki egy rendszert tart fenn, ahol rendszer van, szabályok vannak, és mindenkinek megvan a maga helye. Ami nagyszerű. Aki harcol ellen, annak semmiféle koncepciója nincs a jövőre nézve. Erre a legnagyszerűbb példa a Csillagok háborúja. A birodalmi csapat, mindenki fekete vagy fehér, és általában tök egyforma. Egyenruhában van egy rend, van egy hierarchia, mindenki tudja, hogy mi a szerepe, megvan a tervük, csinálják a dolgokat. A lázadóknál minden egyes karakter más, de nem csak hogy más, még ráadásul más fajba is tartozik. Más színe van, más nyelven beszél, máshonnan jött. Semmiféle koncepciójuk nincs. Abszolút a jövőre nézve a lázadóknak a Csillagok háborújában semmiféle koncepciója nincs, hogy hogy fogják fenntartani a galaxist. A egyetlen dolog, amit akarnak, az a rendet elpusztítani. Ez, hogy nem jutott eszembe soha, hogy nem láttam ezt soha, de szerintem senki más nem látta. A lázadóknak nincsen tervük a jövőre nézve. A köztársaság elpusztult már akkorra, mire ők oda kerültek. Ők egyetlen dolgot akarnak, elpusztítani a rendszert, a rendet. És utána meg majd lesz valami pontosan úgy, ahogy az történik ma a világban. Úgyhogy így érdemes minden filmet nézni, és remélhetőleg ő egyébként a fő gonosz, ő az, aki a teremtőt megtestesíti. Szóval Satán, a teremtő és az emberiség, és ezt az állandó harcot
mutatja be a filmeknek a 90%-a egyébként. Ugyanezzel azért ugyanolyan minden történet. Tulajdonképpen minden film ugyanarról szól. A lázadó megpróbálja megdönteni a rendszer. Erről szól a lopott idő is. És aztán végül természetesen összejönnek. Szóval ezt meg akartam mutatni azok számára, akiket érdekel. Igazából nagy dolgokat nem tudok elmondani a filmről. Egyébként Justin Timberlake egy Will Salas nevű embert alakít, és egy napon megmenti a 105 éves Henry Hamilton életét, akit ki akartak rabolni egy bárban. Ezután ugye ő megmenti ezt, és Hamilton azt mondja Willnek, ugye akit megmentett, hogy néhányok halhatatlanságáért sokaknak kell meghalniuk. Mert az egy emberre jutó idő elegendő lenne egy teljes élethez, ám a gazdagok az időt felhalmozva akarják elérni halhatatlanságukat. Érdekes az, hogy hogyan lehet egy... Hogy több üzenet rejlik egy filmben. Ugye az egyik, ami a felszínen van, az az, amit akarnak. Amit elmondtam már nagyon sokszor. Akarják, hogy az emberek tudják az igazságot. Ők azt akarják, hogy harcoljunk ellenük. Ezt nagyon-nagyon sokszor elmondtam már. Ők szeretnék, hogyha az emberiség lázadna. Ugye, és a lázadás az nem fér össze a teremtővel. Nem csak akkor, hogyha a rendszer... Nekünk nem a rendszer ellen kell lázadnunk. Nekünk ezt az egészet el kellene felejteni. Nekünk csak fel kellene ébredni és csinálni azt, amit a teremtő meghatározott nekünk az írásokban. A rendszert nem lehet megmenteni, és nem is kell. Azonban, akik irányítják, szeretnék, hogyha mi harcolnánk a rendszer ellen. Ezek a filmek ezt segítik elő. A lázadók mindig nyernek, általában a jó nyer. Így táplálják azt az érzést, hogy a rendszert meg lehet dönteni. A másik azonban az, hogy benne van ez a fordított felállás, ahol a rossz meg a jó. De egyébként, ha megnézzük, néhányak halhatatlanságáért és sokaknak kell meghalniuk, pontosan ez az, amit a Biblia leír. Keskeny az út és szűk a kapu, és kevesen találják meg, ez megy az életre, a halhatatlanságba, és széles az út, és tág a kapu, és sokan mennek azon, ami a halálba vezet, és sokaknak kell meghalniuk. Ezért mondom azt, hogy aki nem látja ezt, akkor a sajnálatos módon az nem tudja összeragni kettőt meg kettőt. Ennyi véletlen nincs. És ezt a történetet mondják-e újra? Oké. Okay. Ezzel ezt a részt befejeztük. És igazából nagyon sok minden van, amiről szeretnék még ezzel kapcsolatban beszélni. Most találtam újabb videókat, úgyhogy lehet, hogy azt fogjuk megnézni. Akkor egyelőre maradjunk annyiban, hogy találtam egy Elon Musk interjút, ugye Joe Rogannel beszélgetett több mint 2 órán át, úgyhogy én ezt végkínlottam, amiben végül is megerősítette ugyanazokat a dolgokat, amiket már eddig is tudtunk, de azért be fogom mutatni azokat, amik a legérdekesebbek, azután pedig a mesterséges intelligencia jövőjéről fog beszélni Hod Lipson, és én nagyszerűnek találtam azt, amit ő mondott, úgyhogy azt is meg fogjuk nézni. Ez a terv legközelebb, és szerintem ugyanúgy hasznos lesz, hogyha valaki az eddigieket hasznosnak találta. Holnap kürdzengés ünnepe, Yom Teruah, szóval ez egy sabát, úgyhogy mindenki, aki képes rá, az pihenjen, és tartsa ezt tiszteletben. Hogyha képes leszek rá, akkor holnap 7 órakor jelentkezem a Yahoo útján, szombaton 7-kor mindenképp. És szépen lassan mindenki készülődjön már a Szukotra, a sátrak ünnepe október 3-ától 10-ig, de mindazok előtt 28-án szeptemberben még engesztelés napja, úgyhogy ez egy sűrű hónap lesz, és a lényegre koncentráljon mindenki.
a lényeg pedig az, amit Yahuwah akar. A többi mind csak körítés ahhoz. Azaz, ami a kiutat jelenti ebből az egészből. Úgyhogy erre fókuszáljon mindenki, aki érti, hogy mi az, amiről szó van. Köszönet mindenkinek, a legjobbakat, Shabbat Shalom, és találkozunk itt egy hét múlva. Holnap pedig a Yahuwah útján. Minden jót!